Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Különös öröm, hogy ma a tiszteletre méltó Omkárát láthatjuk vendégül templomunkban tanítványaival együtt. És köszönöm a szangának is a népes megjelenést. Arra kérek mindenkit, hogy az Om Nám mantrával kezdjük a mai dharmabeszédet közösen 7-szer. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, szerencsére nem először vagyok itt, 2018 óta rendszeres visszatérő lakója vagyok ennek a templomnak, ami nagy megtiszteltetés nem csak nekem, hanem a Sivananda Jóga közösségnek is Budapesten. Lassan már úgy vagyunk, hogy a Zen közösség budapesti temploma a joga központunk, a mi joga központunk kihelyezett pihenőhelye a Zen templom, tehát egy igazi testvéries találkozóink vannak, és örömmel jelzem mindannyiótoknak, hogy egy picikét bele is kerültünk a világtörténelemnek a sodrába azzal, hogy az egész földgolyóra kiterjedő United Consciousness szervezet, amelyik nagyon jól látja, ez egy indiai és Egyesült Államok beli gyökérrel rendelkező szervezet, pontosan látja azt a tudatállapotot, amiben globálisan, mint emberiség vagyunk. Pontosan látja azt, hogyha lehet, hogy nem tudunk megállítani olyan dolgokat, amik még holnap után jönnek, de mégis csillapítani tudjuk, hiszen tudjuk, hogy minden gondolat rezgés, és minél több emberben tudunk belső békét ébreszteni, ezek a kis belső békék átragadnak a rezgés hullámain, és ezek kifelé is béke óhajként, béke szomként jelennek meg. Kérték Magyarországról a joga közösségünket, kérték fel, hogy képviseljük Magyarországot ezen az úton, a maga a program Egy földgolyó, egy család, egy jövő címmel működik, és hangsúlyozták folyamatosan az egységet, és hogyan lehetne igazából az egységet kifejezni, ha nem úgy, hogy betettük ezt a négy programot, ezt a négy találkozót a Zen közösséggel, hogy bár mások a szokásaink, mások a tanításaink, másként gyakorlunk, de egy a cél, ahogy a Gandhi is mondta, path are many, truth is one, sok ösvény van, ami az egy igazsághoz vezet, és mi hisszük azt, hogy a világ felé is mutatunk valamit, hogy nem a különbözőségeinket hangsúlyozzuk, hanem pontosan azokat, amelyek összekötnek bennünket a közös cél felé.
amiket szintén különböző neveken használunk, de aki hazaért, aki buddhává vált, az már nem lát különbségeket. A múlt alkalommal elkezdtük az ászanákat, mindig mire belekezdtem volna, addigra már tovább léptünk. Az ászanáknak a jelentőségéről, az ászanák és a koanok kapcsolatáról szerettünk volna beszélni, és szerettük volna eloszlatni azt a tévhitet, hogy az ászanák fizikai testi gyakorlatok. Az ászanák előkészítő gyakorlatok, amelyekben kőkemény tudatosság van, hiszen van ez a kifejezés, nagyon szépen ültök és öröm nézni, hogy ászana jaya. Ez az ászana jaya azt jelenti, hogy mikor mondhatja egy személy el magáról, hogy ő már legyőzte az ászanát, ő egy ászanában győztes, akkor, amikor egy yamáig, azaz 3 óráig képes mozdulatlan testhelyzetben ülni, úgy, hogy az a testhelyzet számára kényelmes, stabil és laza. Mert meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy 20 perc múlva fél lábbal állsz fel, és sántikálva mész ki a teremből, és azt mondom, milyen jót ászanáztam. De ez akkor igaz, amikor fölállsz, és azt mondod, megvan az ászana jaya, és ahogy a mi tanítóink is nem azzal kezdték, hogy 3 órát üldögéltek, hanem őnekik is ugyanúgy zsibbadt el 15 perc után a térdük meg a lábuk, mint ahogy nekünk annak idején elzsibbadt, és amiben különböztek tőlünk, hogy megvolt az a hihetetlen belső szomj és akaraterő, hogy létrejöjjön az ászana jaya, és mivel a tiszta tudat állapotában az időtlenség és a határtalanság átélése valósul meg más dolgokkal együtt, éppen ezért nem kell azon csodálkozni, ha a tanítónk, mesterünk, Swami Sivananda a kiteljesedés előtt 12, 14, 16 órákat meditált egy nap. Kérlek benneteket, hogy véletlenül se szomorodjatok el ennek hallatán, mert ennél sokkal több van bennetek. Ugyanúgy, ahogy Jézus mondta, mindezeknél a csodáknál, amiket most teszek, ti ennél sokkal nagyobbakat fogtok tenni, mert én nem sokára az Atyához megyek. Ezt a kis hitűségünket kell a meditációban legyőzni, hogy nem Kovács Pista, nem Nagy Laci, nem Kis Feri vagy, hanem egy tiszta tudattal rendelkező, határtalan lény, és ha ezt a lényt egyszer felébreszted, akkor hazaérsz az úton. Tisztelettel adózom mindkét hagyomány előtt, és számomra öröm, hogy az egyikben kezdtem, a másikban fölnőttem, és az első az a jogához vissza is tértem. A koanok azok ilyen dögök. Ezt mindenki tudja, aki egy picit is próbálta, hogy megpróbálod megválaszolni, és az elméd állandóan lepattan róla. Tehát mindig, amikor gondolattal megpróbálod megválaszolni, akkor a tanító azt, hogy nem, meg 10%, meg válj egy évele. Tehát vannak ezek a nagyon sok tanítóértékkel bíró mondatok, és akkor, ha még nem jöttél volna rá, az igazi tanítás ez a te reakciód, amit te látsz. Hogy valójában ez is benned van, és akkor ezt is ki tudta hozni belőled. És lehet, hogy szakmai ártalom, de én az ászanák, főleg az ilyen nagyon kemény ászanák gyakorlása közben, melyek nagyon sok látságot kívánnak, ugyanezeket a reakciókat látom magamban is, és ahogy hallom, másokban is. Tehát nem szoktunk sztorizni ugye ászana gyakorlás közben, ez egy viszonylag nyugodt és csendes dolog, de létezhetnek olyan megbeszélések, amikor mondjuk az instruktor
meghallja, hogy a tanítvány mit él át egy ászanával való birkózás közben. És az instrukciók, amik elhangzanak, azok ugyanolyan paradoxak tudnak lenni, mint egy koan. Tehát most legyél szíves, bal kézzel így föl az ég felé, és jobb kézzel fogd meg a jobb lábadat úgy, hogy a bokád vagy a talaj, és így törzsből forduljál el, légy szíves. Na, ez egy trikonászana. És amikor így törzsel így vízszintesen, de a drishti benne a tenyérben, és hogyha megnézed a lábadat és a kezedet, az egy gyönyörű háromszög, ezt te nem tudod gondolkodás nélkül megcsinálni. Egy ideig. Hallottuk azt, hogy milyen az, amikor legyőzöd az ászanát. Én akkor vagyok boldog, amikor az ászana végre legyőzött engem. És akkor úgy csináltam meg, hogy nem volt benne gondolat, ahogy azt az előző alkalommal mondtam, el tudtam engedni a részleteket, és így az egészé sikerült válni, legalább arra pár másodpercre. És nem ugye egy jamáig nem, hát 3 percig nem. Hát most ki tudsz tartani egy nagyon komoly dolgot, hogy 3-5 percen keresztül? Nézd meg! De realisztikusan, tehát nem olyan indiai időszámítás, hogy majd csak valamikor, ugye? Hány mahakalpa múlva jön a vonat, ugye? Hanem, hogy pontosan meddig tartottad azt ki, és benned mi történt? Tehát amikor te az összes paradoxont, az összes egymásnak ellentmondó utasítást elengeded, de mégis megtanultad, akkor a koan legyőzi az elmédet, az ászana legyőzi a testedet. És ezen keresztül a tudatodat is följebb hozza. Világos, hogy mindegyiknek a mélyén az elme mozgása át. Amíg te visszabeszélsz belül a jogaoktatónak, amíg te a sztoridat ottan görgeted, amíg te alkudozni akarsz, hogy most meddig vidd le a tenyeredet, és meddig hozd fel a fejedet, addig ez nem megy. És itt szeretném behozni a lemondásnak a fogalmát. Mostanában mindig azt akarjuk, hogy mások mondjanak le valamiről, ami nekünk nem tetszik. És akkor majd nekünk jobb lesz. Nem? Itt nekünk kéne lemondani magunknak arról, ami nagyon tetszik. És általában a szélsőségek szoktak tetszeni nekünk, mert azokban rengeteg energia van. Az egyik szélsőség a tökéletesség szélsősége. Tehát nagyon sok ilyen lánglelkű zengyakorlót és talán jóga tanítványt is lehet látni, akik a tökéletességet szeretnék. Tehát én itt és most tökéletes napüdvözletet szeretnék csinálni. És hölgyeim és uraim, mindenki, aki egy picit is ebbe beleszaggantott, látja, hogy a Szurja Namaszkár A és B az nem egy kispályás gyakorlat, és nem rögtön tanulod meg. És nem csak az, hogy ja, hát mint Jojo kutyája lefelé nézek. Aztán fölfelé néző kutya, és azt mondom, hogy mú. Tehát ez nem ilyen. Itt azért a test, a lélegzet, a tudatállapot, az, hogy te mit hová tolsz és mit hol tartasz meg, ez egy elképesztő komplex dolog, mindaddig, amíg gondolkodsz. És hogyha tökéleteset akarod, és egyre többet gondolkodsz azon, hogy te hogyan csinálhatod ott azt tökéletesre, egyre távolabb kerülsz tőle, és megsúgom, a koannál ugyanez van. Tehát minél többet gondolkodsz a koan megoldásán, annál távolabb kerülsz tőle. És a lemondás a tökéletességről, az nem az erőfeszítésről való lemondás. Tehát a folyamatos erőfeszítés, tudván, hogy a tökéleteset nem éred el, de pont ezért kapsz valamit, ami a tökéletesség, tökéletlenség dualitásán túl van. Ezt a zenben ilyenségnek hívják. Tehát amikor te mondjuk egy pádahasztászanát nagyon szépen megcsinálsz, az éppen olyan, mint a pádahasztászana, és kész. Nem rossz, nem jó, nem tökéletes, nem tökéletlen. Ez pont olyan. És ez a tiéd. Miért? Mert neked van olyan hosszú kezed meg lábad. És te tudod úgy begyűrni a tenyeredet a talpad alá. Senki más úgy azt nem csinálja. Oké? Tehát a tökéletességről való lemondás az a törekvés megtartásával nyeri el az értelmét. A másik típusú lemondás ez a tökéletlenségről való lemondás, mert ez fenntartja az erőfeszítést. Tehát az egyik normális perspektívát ad, a másik pedig megtartja. Tehát a nulláról és az egyről, az abszolút igenről és az abszolút nemről való lemondás az, ami minket a középúton tart, és egy olyasféle világot enged teremteni, amely a tudatossága, a világossága által sokkal kevésbé szenvedésteli, mint az,
amit a szélsőségekhez való ragaszkodással teremtünk. És ez a kétféle lemondás, ez azért annyira gyönyörű, mert minden lemondásnak a túloldalán van valami, amit nyersz vele. És ez pedig illúziók helyett az igazság. Önkép helyett az önvaló. Ábrándok helyett a megvalósítás. Nyugodtan mondj le a szélsőségekről. Nyugodtan mondj le az abszolút jelenségekről, az abszolút tökéletesről és az abszolút tökéletlenről. Mert egyik sem igaz, ezt mind az elme csinálta. Ugye van az életnek a négy nagy területe, amit párszor megemlítünk, akár Omkára, akár én, hogy beszélünk az Arta, Dharma, Káma és Moksa négyeséről, ami a Védántának nagyon fontos része. És most nem is annyira az Artáról, mint az élet feladatról, vagy a Kámáról, mint az élet örömről szeretnék beszélni, hanem a Dharma és a Moksa kapcsolatáról. Tehát a Dharma az a törvény felismerése. Annak a törvénynek, amelyik nem csak ezt a négy életterületet, hanem a teljes élet és halál körforgást szabályozza. Ez az az idatlan törvény, amivel vagy egyé válunk, vagy pedig az úton kívül maradunk a saját illúzió világunkban. És hogyha a Dharmát felismerjük és gyakoroljuk, akkor az előbb-utóbb a felébredéshez vezet, a moksa felé vezet. Fordítva, az az életvezetés, amely az Arta, Dharma, Káma hármasán keresztül nem a moksa felé megy, az szét fog esni. Az valahol repedni fog, törni fog, mert nem ismerte fel a törvényt, a szanátana dharmát, az örök törvényt, amely mindenre és mindenkire úgy érvényes, hogy akár tudja, akár nem, akár szereti, akár nem, az megvalósul. Ez az ok és okozat törvénye. És ezt elmére és testre visszafordítva, ez a testtudatosság, aminek egy rendkívül magas foka az ászana gyakorlat, és a karmának, vagy a lélek működésének a tudatossága a kuan praxis szempontjából. Kérlek, nézd meg, hogy te hogyan reagálsz a sikerre, vagy a sikertelenségre. Hogy pont akkor szétesett mondjuk egy pádángus tászana, és ez neked nem ment. Nem sikerült. Vagy bejöttél, és nem tudtad megoldani mondjuk Mangong hálója című eléggé nehéz kuant. És már évek óta kínlódsz vele, és már évek óta jársz jogázni, és még mindig nincs meg. Hogy reagálsz rá? A drágalátos éned mit csinál ebből? Vagy mit csinál akkor, amikor azt mondja, hogy ez most jó volt, vagy ezt a kérdést megoldottad? Mi a reakció rá? Mert valójában ezek a válsághelyzetek azok, a tervezett, világos válsághelyzetek, amelyek visznek előre. Ezáltal készülsz fel az olyan válsághelyzetekre, amelyeket nem tervezhetsz meg, és nem látsz előre. Te egy jó sportoló, a versenyterhelésnél 3-4-szer keményebben edz. Egy utoljáró a tréningjével, a tanulásával, az élethez képest 3-4-szer keményebb feladatokat old meg testben és lélekben. És ezért javaslom azt, hogy akár jogázol, akár zen gyakorolsz, vagy esetleg mind a kettőt, ne a könnyebbiket keresd, ne a könnyebbik ászanát akart csinálni, és ne a könnyebbik koant akart megoldani. A tanítónak az a dolga, hogy ezt szépen vezesse, hogy számodra mi a következő lépés, és a lemondás mellé ezért vezetem be az alázatnak a fogalmát, amit annyira kevéssé ismerünk nyugaton. Az alázat nem pusztán egy meghajlás. Az alázat az, hogy valami nagyobb részeként látom magam, tanítványként követem a tanítót, és kölcsönös bizalom esetén hűséggel szolgálom a tant. Ugyanis az alázatot, ahogy a lemondást vagy a szerénységet nem lehet tanítani, ahogy az önzetlenséget sem. Erre rá lehet jönni, és az úton, merem mondani, rá is jössz, mint egyfajta melléktermékeként annak a folyamatnak, amelyben önvalódat keresed, és az önképettől való megszabadulással fizetsz. Úgyhogy keresd azt a válságot, amit fizikailag egy nehéz ászana okoz. Keresd azt a válságot, amelyet egy koan megoldás látható lehetetlensége okoz. Keresd azt a megoldhatatlannak tűnő helyzetet, amelynek a megoldása kint a mindennapi életben segít téged, a kapcsolataidban, a működésedben. És ekkor látod azt, hogy amit a moksáért teszel,
az azonnyomban visszahat a másik két életterületre, az artára és a kámmára egyaránt, mert a moksa által jobban látod a dharmát. Egy felébredettebb tudat jobban látja a törvényt. És hogyha a törvényt akarod látni, akkor föl kell ébredni rá. Én ezzel fejezem be a bevezetőmet, megköszönöm a tiszteletreimet, a Omkár a bevezetőjét is, és most várjuk kérdéseiteket. Szervusztok, köszönöm szépen a lehetőséget. Egy olyan problémával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, hogy volt egy nagyon rossz párkapcsolatom, egy leányzóval összejöttünk, amiatt, hogy mind a ketten hasonló problémákat tapasztaltunk az életben. Mind a kettőnket elhagyott az édesapánk, és az iskolában is elég nagy szenvedéseket, szorongásokat éltünk meg, és egymásban kerestük a menedéket. Viszont történt egy olyan dolog, hogy én kitaláltam, hogy én nem fogom annyiban hagyni a problémákat a világban, és a környezetvédelem elkezdett nagyon érdekelni, és kitaláltam, hogy már pedig én valahogy meg fogom menteni a Földet, és valamit tenni fogok, hogy valami ember felett itt hajtsak végre, és megváltoztassam azt a szenvedést, amit a világban láttam. És őt ez nem nagyon érdekelte, inkább zavarta, hogy én ezzel foglalkozom, és agresszívnak tartott. És én pedig megpróbáltam ráerőltetni ezt, hogy ő is foglalkozzon a környezetvédelemmel. Én csatlakoztam is egy ilyen társasághoz, és folyamatos feszültség volt köztünk, aminek a végén sajnos tehát abba torkolott, hogy többször sajnos fizikailag bántottam őt. És ennek következtében ő végül hűtlen lett hozzám, és utána végül sikerült leülnünk, megbeszélnünk a dolgot, hogy nekünk talán nem kéne együtt lennünk. És bocsánatot kértem tőle, szétváltak útjaink, viszont egy évvel később kaptam tőle egy hangüzenetet, amiben több órán keresztül ecseteli nekem, hogy milyen borzalmas ember vagyok, és hogy fog bosszút állni rajtam és a majdani családomon, hogyha esetleg lesz. És egy fél évre rá pedig egy másik levelet is kaptam tőle, amiben egészen extrém és szinte sokkoló képi és szöveges anyaggal lecseteli, hogy szeretne bosszút állni rajtam, és nem tudom, hogy mit válaszoljak neki, vagy egyáltalán érdemesen reagálnom, vagy mit tehetnék. Kettő pár kapcsolatok arra. Talán kezdjük onnan, nem könnyű a feladat, azért nincs pszichológusi végzettségem, de ha visszamegyünk a írásainkra, és visszamegyünk a párkapcsolatokra is, az egy nagyon szép dolog, ha te valamit meg akarsz változtatni a világon. Te is ismered ezt a titkos tibeti tanítást. Súlyos hibája az embernek, ha másokat akar megjavítani önmaga helyett. Sajnos ezen a világon semmi javítani való nincs, amit javíthatunk, az mindig önmagunkon van. Én csak abba belebújtam egy picit a te bőrödbe, amit megéltél, azt a szenvedést, és élem most is ebben a pillanatban, azt, hogy amilyen hangsúllyal mondtad el, hogy nem elég, hogy eltávolodtatok egymástól, fenyegetett állapotban van, és erre nincs semmilyen más megoldás, erre nem lehet visszatámadni. Talán annyit lehet mondani, hogy hibát követtem el, amikor nem a te kedvedben akartam járni, hibát követtem el, amikor nem a kapcsolatot akartam javítani, hanem föl akartam venni egy missziót. Azért megosztom veled a saját élethelyzetemet is, hogy pontosan lássad azt is, hogy
Én is voltam olyan helyzetben, hogy egy szép napon, amikor már az egész földgolyót bejártam, utasszállító kapitány voltam, fönn voltam a szakmámnak a csúcsán, a hosszú távú repülőgépeken, akkor szépen elmentem nyugdíjba, és mondtam, hogy a hátralévő életemben én jógi szeretnék lenni. És a feleségem csak annyit mondott, hogy ő egy utasszállító kapitányhoz ment hozzá, és nem egy jógihoz. És miközben én a több évtized, 40 év repülés alatt átfordultam, és errefelé látom az utat, amerre ti is, addig ő egy másik világot látott, és ő abba született bele, és azt az embert akarta. Befejezve a történetet, valószínűleg csak szeretetteli és elfogadó szavakkal írnék neki, és azokat írnám le neki, hogy valószínűleg, amikor ezt a természetvédelmi projektünket kialakítottam magamban, valószínűleg nem voltam elég türelmes, nem beszéltem veled végig, hogy kész vagy-e te most erre az útra, és minél inkább érezte, hogy te elszakadsz tőle, annál inkább a düh és a gyűlölet nagyon mélyen elkezdett kialakulni benne, és ha hosszú távon akarod az ő és a te javadat látni, akkor az egyik az, hogy a természetvédelemnek akkor van értelme a részedről, ha te azáltal jobb emberré válsz. Mert gondolj bele akár a háborúba, vagy bárhol, meg akarlak menteni. Minél jobban akarjuk megmenteni egymást, annál több vér folyik. Visszatérve, az én tanácsom az, hogy a legnagyobb szeretettel írjál neki, szinte figyelmen kívül hagyva az ő gyűlölködő szavait, mert a gyűlölet az gyűlöletet nemz. Olyan megoldásokat írjál, amelyben olyanná válik az írásod, ami elnyeli az ő gyűlöletét, és csak szeretetteli, elfogadó sorokat írjál neki, és írd azt neki, hogy hibáztál. Hibáztál, tudod, hogy esetleg ez már soha többet nem gyógyítható meg, de még akkor is írd, hogy hibáztál, ha most úgy érzed, hogy nem hibáztál. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogyha feljön bennem egy fájdalmas, szenvedéses érzés, és ha nem adok neki energiát, kioldódik, nem azonosulok vele, de mégis honnan tudhatom, hogy ez most elfolytás, vagy pedig megszűnt? Onnan, hogyha tényleg el tudtad oszlatni, akkor nem jön vissza. Hogyha csak elfolytottad, akkor akár megváltozott alakban, de erősebben visszajön. Minden karma három alapjeggyel bír, és két alkotó részből áll, aztán lehet cifrázni, de ez a három és kettő, ez jellemző. Az egyik, hogy mulandó, a másik, hogy tulajdonságok nélküli, vagy tökéletlen, és a harmadik, hogy egy másik karmától függ, tehát nincs önálló léte. Na most, ha ezt látod, akkor el tudod vágni az utánpótlását energiából és információból. Az azonosulás, a benne való hit, az objektív létének a tételezése, ez az információ. Tehát ha hiszel benne, akkor információt adsz neki. Ezt az istenségek is tudják. Ezért működik a szakrális praxis istenséghez és félistenséghez köthető rész. Nekik csak azt, hogy higgyél, megmondjad. Azt az energiatestet, azt táplálja rendesen. A másik az energia rész. Az a kilowatt, amit beleteszel érzékszervi síkon. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, érzelmek, beszéd, cselekedet. Ez mind az érzékszervi sík. Tehát, hogyha egy karmát tényleg eloszlattál, akkor az nem jelenik meg többet sem a gondolkodás, sem az érzelmek, sem az előbb említett érzékszervi csatornák egyikén sem. Ekkor nincs.
Tehát nem a semmiből keletkezik, és nem a semmivé változik, de ebben a formájában te azt nem tartod fönt. Mert sem a hitet, sem az erőt nem adod meg neki. A hit az információ, az erő az energia. De ha mégis, akkor viszont elfojtott alakban egy átváltozott morf vagy amorf folyamaton keresztül menve megjelenik újra. Ha felismered, hogy ez egy morfózis, akkor az tudatos változást jelent. Én ebből az A verzióból azzá a B verzióvá transformáltam a traumámat, vagy ezt az emléket. De amikor amorf, tehát nem felismerhető alakú, akkor nem tudod, hogy ugyanaz a karma jelenik meg egy újabb alakban. És ezért sajnos igaz az a mondás, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. És a teljes tudatosság állapotában dönthetsz, hogy megismétled, vagy sem. Fordítva, nem leszel a trauma teremtésének, vagy újrateremtésének, fenntartásának és lebontásának az ura mindaddig, amíg a teremtő státuszodat el nem érted, amíg teljesen le nem választottál róla, amíg az azonosulást meg nem szüntetted, amíg az energiatáplálást meg nem bontad. És ez semmi más, mint az emberi síknak a megfelelő meghaladás. Ezért beszélünk prajnápáramitáról, mint meghaladó bölcsességről, illetve a Védántában egy rakás fogalom van rá, szerintem Omkára ezt sokkal jobban tudja, nálam is el is mondja, hogyha megkérdezed. De enélkül a meghaladás nélkül ez nem megy. És ezért gyakoroljuk azt, amit gyakorlunk. Nagyon világos a visszajelzés arra, hogy sikeresen megszabadultál valamitől, valakitől, vagy sem. Például párkapcsolatban, hogyha te megszabadultál az adott archetipikus nyomástól, akkor a következő párod, mert az előző kapcsolatot elhasználtad, nem olyan lesz, mint az előző más-más alakban, ugye? De ha ugyanaz a kisugárzás, akkor ugyanaz a párkapcsolat jön feléd egy más személy igazolványa. Okay. Köszönöm szépen. Szívesen. Nálunk a tanításban az van, hogy az összes szenvedésünk gyökere az avidja, a nem tudás. És ameddig nem tudás van, nem tudás alatt értjük azt, hogy a testünkkel azonosítjuk magunkat, és nem a tiszta tudatunkkal, addig szenvedünk, addig van egónk, elkülönült egónk, amíg van elkülönült egónk, addig van a nagy szerelemben a nagy vonzódás, azt hallottuk az előbb, hogy mi lett a vége, a nagy vonzódásból lesz nagy gyűlölet, és itt lengek jobbra-balra, és még kifejlődik mellé az abhinivésa, ami nem más, mint a élethez való görcsös ragaszkodás, és ezért mondják azt, hogy ha egy fával problémád van, akkor ne a leveleit permetezzed, ha tényleg nagyon beteg fáról van szó, hanem légy szíves, vágd ki a gyökerét. Abban a pillanatban, amikor az avidját megszüntetted, abban a pillanatban az összes kinőtt növény, bocsánat, az összes kinőtt többi fejlődmény is megsemmisül, és még az előzőre jutott egy gondolat eszembe, a kedves nevedet még egyszer hallhatom? Misi, Misinek is azt akartam mondani, hogy próbálj meg elszabadulni a Misitől, és próbálja azzal azonosulni, aki a látó a Misiben, és próbáld azt az embert, bocsánat, azt a lényt magadba erősíteni, aki ezt a darabot színdarabként nézi, és nem aktív szereplőként. Hiszen az egész életünk egy színdarab, és az a pillanat, amikor otthon repülnek a tányérok, és te már ezt színdarabként nézed, és röhögsz rajta, abban a pillanatban megértetted a történetet, hogy te egy színdarabba vagy benne, amitnek te vagy a szerzője, és te vagy a főszereplője is. És azért egy hülye színész sincs, aki fogja magát, és Kossuth Lajosként megy haza, vagy bánkbánként, hanem azt mondja, hogy most levesszük az állarcunkat a színdarab végén, és hazamegyünk a barátainkkal, lesz egy szép esténk, és ott már nem azt a szerepet játszom.
Én ebben nem vagyok olyan biztos. Letesztelhetem? Teszteld le. Jó. Kérek szépen mindenkit, hogy a jobb kezét tegye így, kb. 45 fokban így a szíve fölött, ha van gallérja, akkor így mögé, mint hogy én most a csangszammal. Így. És most közösen háromszor ismételjétek el a mondatot utánam. Én vagyok Napóleon. Én vagyok Napóleon. Én vagyok Napóleon. Én vagyok Napóleon. Most vedd le a kezedet. Hát volt késés egy-két helyen, de mindenki levette. Mindenki átment a teszten. Köszönjük. Egyéb kérdés? Sziasztok, én azt szeretném kérdezni, Közel. Hogy... Bocsánat. És csak a lábát fogjad létszínni a mikrofont, ott van egy lábikója. Nagyon jó, tessék. Van nekem egy barátom, lassan már 8 éve ismerem, és az elmúlt 4-5 évben nagyon közel kerültünk egymáshoz. Nagyon nehezen bízik meg emberekben, szinte alig-alig, és legutóbb kiderült, hogy eléggé érzelmileg instabil. Mindent megteszek annak érdekében, hogy mellettem biztonságban érezze magát, és ő ezt tudja. Mondja, hogy nagyon szeret engem, és biztonságban érzi magát mellettem, mégsem képes nekem megnyílni, és ez nekem rosszul esik, hogy bármit csinálok, bármit tehetek érte, nem lesz jobb a helyzet, és hogy ilyenkor mit lehet Miért van tenni. Szükséged arra, hogy ő megnyíljon? Szeretném, hogyha jobban érezni magát, és hogy lelkileg jobban lenne. Ez az ő oldala. Most a te oldaladról kérdezlek. Neked miért van szükséged arra, hogy ő megnyíljon neked? Mert hogyha tudom, hogyha én tudom, hogy vele ott mi a helyzet, akkor én is nyugodtabb leszek. Pontosan. Tehát, hogy te biztonságban érezd magad, ezért van szükséged arra, hogy ő megnyíljon feléd. Így van? Így. Nyugodtan nézzél magadban. Ez így van. Tehát, hogy kölcsönös legyen a biztonságérzet. Semmi más nem kell tenned, mint hogy ezt kimondod neki. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Én a tradíciókkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy eléggé ősi gyökerekhez nyúlik vissza, viszont a mi világunk szerintem egészen más, és minden fel van gyorsulva. Ha ezt az egész mentalitást terjeszteni szeretnénk, mi a módszer most ebben a világban, ahol mindent azonnal akarunk elérni? Akár a jóga szempontjából, akár a zen tanítás, hogy mit javasolna, hogy hogyan tudjuk ezt terjeszteni igazából hitelesen? Önmagad jógivá válsz. Nagyon, nagyon komoly dolgot kérdeztél, amivel nagyon sokan birkoznak, és itt a biroknak az oka az az, hogy te magad mondtad, hogy olyan minőségváltozás zajlik a tudatokban. Ezt szanszkritul úgy hívják, úgy mondják, hogy teljesen eluralkodik két jelenség, az egyiket úgy hívják, hogy kshipta, a teljesen szétszórt tudatúság, hogy már nem tudsz figyelni semmire, mert olyan mennyiségű információ özön jön rád, amitől te meg tudnád védeni magad, de nem engeded meg, hogy megvédjed magad, mert újra elővesszük a telefont, újra gördítgetjük. Maga az emberi elme 50 ezer év óta semmit nem változott. Tehát ugyanazok az alapjai az elme fölötti uralomnak, az a türelem és az a szeretet nincs meg önmagunk iránt, hogy vissza akarjunk menni oda, ahová mestereink visszamentek, tehát a tradícióban csak annyit tudsz mondani, hogy adaptáljuk annyiban, hogy a megvilágosodás most is ugyanazt fogja jelenteni, mint 50 ezer évvel ezelőtt, csak megpróbálom olyan szeliden átadni a környezetemnek, hogy ne nézzenek hülyének azonnal. Tehát nem tudom, ilyen szivattyús kutat láttál-e már, amit Igen. így nyomogatnak, föl kell tölteni felülről, és nagyon sokáig nyomod, mire felkapja a vizet. Na most, ha te kitalálsz egy olyan módszert, amivel az illetődben fenntartod addig az érdeklődést, hogy kövessen téged, amíg neki nincsenek meg az örömteli élményei, addig jó esetben hülyének néznek bennünket.
És azt kell látni, a másik az, ezek mind az írásokban, a definíciókban a mostani kornak a tartalma benne van. Tehát benne van az, hogy 1000 ember közül egy érdeklődik az út iránt. És én meg kérem szépen, csináltam egy jogaközpontot, beletettem 50 millió forintot, szeretném megkapni a pénzt érte, hol vannak a hívők? Mi lesz a befektetésemmel? Az egész rossz. Rossz irányba indult el az ember, mert először legyen mester, és akkor megjelennek a tanítványok. De az, hogy el se vetettem a virágot, ki se kelt, csak azt várom, hogy hol vannak a pálmafák, ez nem fog működni. Tehát nálunk is volt olyan, aki jogaoktatói tanfolyamot végzett, pénz volt bőven, megvette a hatalmas belvárosi lakást egy vagyonért, és kiírta, hogy jogaoktatók és tanítványok kerestetnek. És ott üldögélt a saját üres belvárosi lakásába. Senki nem érdekelt, hogy ő mit akar. Tehát visszamenve a történetre, ha te azt szeretnéd, hogy a tradíció folytatódjon, akkor először is az egyik nagyon fontos, hogy amennyire lehet hiteles képviselőjévé kell válnod, ami bevonz az, hogy úgy szeretnék olyan lenni, mint te. Annyira iszom a szavaid, akkora bölcsességeket mondasz, úgyhogy elmegyek hozzád. Mindig így jött létre a mester-tanítvány lánc, hogy neked volt egy mestered, attól eltanultál 12 év alatt mindent. Most mennyi egy oktatói tanfolyam? Hát van, ahol egy hónap. Mennyi az a 12 évhez képest? Hát ez olyan, mint a szerelem nyugaton. A statisztika szerint régen egy szép szerelem történet, egy este, az tartott 3 óráig. Ma 2 perc, 30 másodperc, ha a szerelemnek lehet nevezni. Tehát nem lehet, mindennek megvan a maga érési folyamata, és ha nem tanulom meg, hogy hogy lehet azt az érési folyamatot biztosítani, akkor sajnos nem fog megtörténni a tudás átadás, mert akinek át akarom adni, az nem kész a fogadásra. Beszéltél a felgyorsult világról, és a felgyorsult elméről, és hallottuk meg az elképesztő szétszórtságát, és ilyenkor azt az aspiránst, aki 2 perc, 30 másodperc alatt akar mindent elsajátítani, arra kell ösztönözni, hogy menjen még gyorsabban, és legyen még szétszórtabb. Ugyanis, hogyha nagyon-nagyon gyorsan megy még gyorsabban, akkor esetleg rájön, hogy ez mekkora hiba. Van a nyugati utazás története, Sun Wukong, aki egy majom, Avalokitésvarát megsértette, mert több ilyen kis csíntevést hajtott végre. Az egyik az volt, hogy megette az öröklét barackjait a mennyországban, és az istenek megkérték Avalokitésvarát, egy együttérzően egy büntetést hajtson végre rajta, és hát Avalokitésvara rátett 300 évig egy hegyet. Hát akkor nem tudott mozdulni, letette 300 év, és akkor azt mondta, hogy egy küldetést végrehajthatsz, hogyha ki tudsz repülni ebből az univerzumból, akkor elengedem ezt a feladatot, ha nem, akkor végre kell hajtanod a küldetést. És hát ugye Sun Wukong egy fantasztikus majom volt, és nagyon sokat tudott repülni, és nagyon messzire, már a hosszú távú utasszállítóknál is messzebbre, mert nem volt kerozin igény. És az történt, hogy Sun Wukong így a mágikus felhőjére szépen rákapaszkodott, és repült, és repült, és repült, és repült, és repült, és persze semmi nem volt, már csillag se volt, már űr se volt, semmi, és a világ végén látott ilyen 3-4 hatalmas oszlopot, de addigra már szegénykel nagyon sokat repült, és azt mondja, itt most pisilni fogok. És oda ment az egyik oszlopnak a tövébe, és pisilt. És ekkor a Buddha megszólalt, és Avalokitésvara közvetítette, hogy te szemtelen majom, lepisilted az ujjamat. Tehát Sun Wukong akárhol is repül, végig a Buddha tenyerében van. Ez a dharmának a mindenhatóságát mutatja, hogy te térben és időben, akárhol vagy, a törvény érvényes.
ha te megnyilvánulsz és jelenségként működsz, és ezért az avatárját itt senki nem tagadhatja le, itt mi ennek az egésznek ki vagyunk, te nyugodtan repüljön olyan gyorsan, olyan messzire, hogy a fal adja a másikat. Mi ezt nem lassítjuk le. De ha elege van, nyugodtan jöjjön ide. Vagy jöjjön a jogaközpontba. Hogyha már eleget repült gyorsan, és már annyiszor fogott falat, annyiszor tévedett, csalódott, tévesztett és okozott csalódást, hogy elege van, akkor jöjjön vissza. Miért? Mert az ember alapvetően taníthatatlan. Tehát, hogyha megnézed, nagyon sokszor a kezdő tanítványok ilyen kis foltokat akarnak a zsákon, hogy engem tessék megjavítani, és ugyanezzel az énséggel megyek tovább. És ezt egy felelős tanító nem vállalja fel. Nyugodtan legyen az énsége kritikus tömegnyi hibával, tévesztéssel, illúzióval, és akkor majd belátja, hogy mélységes szerkezeti átalakításra van szükség, és nem peccselgetjük itt magunkat jobbra-balra. És akkor érett a tanítvány. És ez az elképesztő gyorsaság, információ özön, ez az elmének az elgyengülésével jár. Tehát akik ilyen képernyővel temetkezve mennek naphosszat az utcán, azok már a gyenge elmélyűség határán vannak, és nagyon sokan azok is. Miért? Onnan látod, hogy nem bírják a stresszt, nem bírják az igénybevételt, nem bírják a kitartó, kívülről monotonnak tűnő belső munkát. Nem is tudnak befelé fordulni, annyira externalizáltak, hogy semmiféle belső látásuk nincs. És ez az, amikor a szenvedés olyan mértéket ölt, hogy a zen körön a nulla fok már nem is elegendő ahhoz, hogy leírjuk. Tehát Sung Zászonyém ezt az egészet, amit elmondtam, hasonlatostul mindenestül egy mondattal intézte el, még több szenvedés kell. Ha már szenvedett eleget, akkor már jön. És akkor helyesen akar tanulni. Most itt mindannyian ennek a kettőnek a keverékei vagyunk. Tehát az igazi kérdés az, hogy szenvedtél eleget ahhoz, hogy az én faladat le akart bontani, vagy leomlott-e az magától annyira, hogy a tant el akart sajátítani, és ahogy az emberiség szaporodik, hát közel 8 milliárdan vagyunk, nézd meg, és a tudatminőségünk ennyire romlik, az egyre nagyobb keresletet fog az olyan tanok iránt generálni, ahol van nem mozduló tudat, nagyon világos forma, nagyon világos tartalom mögötte, nagyon világos szabályok és eredmények, és akkor innentől kezdve lehet szellemi útról beszélni. De nem mindenki érett erre. Amennyire igaz az, hogy minden embernek van buddha természete, mindegyikünkben van lehetőség a felébredésre, pontosan ugyanannyira igaz az, hogy az emberiség többsége karmikusan nincs ott, hogy az útra lépjen. Nézd meg! Csak nézd meg a százalékokat. Semmi több. Innen látod, hogy a szenvedést, az avidját, az ebből fakadó haragot és kapzsiságot sokkal gyorsabban termeljük újra, mint a vidját, a megvilágosodást, a felébredést és az összes ehhez köthető minőséget. Tehát statisztikusan a helyzet romlik, de egyre több lehetséges tanítványunk lesz pont emiatt. Ezért mondta Sung San Zen mester, bad situation is a good situation. De az is igaz, hogy a rossz helyzet az tényleg rossz helyzet. Ezért ebből lehet a megfelelő irányba kijönni. Minden a dharmának a része. Mindenki a Buddha tenyerében van. Ha ezt nem felejted el, akkor mindenkinek adsz egy esélyt, de senkivel szemben sincsenek illúzióid. Köszönöm.